Magyarországon 7 évvel ezelőtt indult el szervezett keretek között a kerekesszékes kosárlabda bajnokság. Az első években a törekvés esze révén fővárosi hegemónia volt a sportágban, majd Sopron, Miskolc és Pécs bekapcsolódásával változtak az erőviszonyok. A Magyar Kupa nyíregyházi döntőjére a törekvés nem tudott elutazni, így 3 együttes körmérkőzéses formában döntött el a Serlek sorsát. Az elmúlt években idehaza egyeduralkodónak számító soproni Tigrisek elnöke elmondta, hogy mi a vonzó a kerekesszékes kosárlabdában. Közösségi élmény, a sport iránti szeretete, az, hogy megtanulja ezt a sportágat, mert nem egyszerű. Kosarazni se egyszerű, viccesen szoktam mondani, a focit lábbal, a kézilabdát kézzel, a kosárlabdát fejjel játsszák. És hát a kerekesszék használatát is. És azt hiszem, ha végignézek a magyar kerekesszékes csapaton, senki sincs olyan, aki kosárlabdázóból lett kerekesszékes kosárlabdázó. Tehát még a kosárlabdát meg is kell tanulniuk ezeknek a parasportolóknak. Mivel a környező országokhoz képest is későn indult el idehaza a szervezett bajnokság, a válogatott egyelőre még az európai mezőny alsó harmadához tartozik. A felkészüléshez a szövetség megad minden támogatást, a székesfehérvári központi edzőtáblóban készülhet a keret. Magyar András szövetségi kapitány számára viszont kicsi a merítési lehetőség, ami be is határolja a lehetőségeket. Az európai palettáról én legszívesebben nem beszélnék, mert fényévre vagyunk tőlük. Nagyon későn kezdődött el a kerekesszékes bajnokság, egyrészt másrészt a tudatos felkészülés a nemzetközi mérkőzésekre. A körülöttünk lévő országok jóval előlébre tartanak, mint mi, klub szinten, úgy szintén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy van mit bepótolni. Ha igaz lesz Európa-bajnokság, B-csoportos Európa-bajnokság, amire szeretnénk kimenni, arra feltétlen van lehetőségünk, hogy felkészüljünk. Ha ott már egy-két győzelmet tudunk szerezni, azzal már elértük a célunkat. A Magyar Kupa döntőjét az Országos Szövetség rendezte, a lebonyolítást pedig a Nyíregyházi Kosárlabda Klub vállalta. A Continental Arénában ott volt az amatőrbizottság elnöke, aki bízik abban, hogy a Szabolcsi megyeszékhelyen is alakul egy kerekesszékes kosárlabda csapat. Dolgozom azon, hogy mivel a megyei felügyelete az hozzám tartozik, vagy hozzánk tartozik, szeretném elérni, hogy legalább a nagyvárosokba hozzanak a megyei szövetségek segítségével, klubokkal együtt. Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Veszprém, Fehérváron már vannak olyan jelek, hogy lesznek csapatok, hogy ez a 4 csapatos bajnokság mondjuk az álmaimban egy 8-10 csapatosra földúzzadjon. A Magyar Kupát a soproni Tigrisek csapata nyerte, miután magabiztosan verte mindkét ellenfelét. A második helyen a pécsi PTA Peac végzett, a harmadik helyen pedig a Diósgyőriek zárták a tornát.